rokonsági nyugdíj. Egy rövid ideig tartó táppénzszerű ellátást tud kapni, de az egy egészségügyi ellátás. 60 és fél éves ember 17 éves korától dolgozik. Géplakatosként, csak egy példát mondok rá, és most a cég tönkre ment. És nem tud elmenni nyugdíjba, mert nem töltötte be rá irányadó korhatárt. Mivel nincs korengedményes nyugdíj, nincs előrehozott öregségi nyugdíj, nincs csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, munka már nincs, nyugdíj még nincs. Ilyen helyzetbe kerülünk. Munka már nincs, nyugdíj még nincs. A 60 fölött egy nagy kanizsán se talál magának, mert úgy látom, hogy a fiataloknak se nagyon van. Nem még a 60 fölött. Következésképpen nekünk ide kell fókuszálni ezt a fajta politikát, a demokratikus baloldal egy emberként ítéli el. Nem lehet ilyet csinálni. Ráadásul emelkedik a korhatár. Amikor emelkedik a korhatár, akkor be kell vezetni rugalmas nyugdíjba vonulási lehetőségeket. Nem megszűnik.